Na hát szép öreget mindenkinek, mai téma Camino de Santiago, és hogy milyen felszerelés vittem magammal az útra, mint táskán belül, mint táskán kívül. Én a Camino Francés csináltam meg, ami a francia útja Camino-nak, ami Franciaországból Saint-Jeanból indul. Én kb. Augusztus közepén indultam erről a pontról, és egészen szeptember közepéig sétáltam egészen Finisterreig, ami a világ vége, úgymond legalábbis középkori fogalmak alapján. Kb. 37 nap volt az egész út és egy higgadt 900 km. És hát akkor kezdjük a táskával. Szóval egy ilyen kecsió márkájú hátizsákon van, ami eddig elég jól szolgált. Voltam már vele Grúziában, hegyekben, karibi térségben, Portugáliában, itt Spanyolországban, szóval eddig elég jól bevált. Egyik kedvenc, vagy egyik fontosabb tulajdonság az, hogy be lehet csatolni a pántját magát itt elől középen, illetve a táskát itt ilyen lentebb. Ezzel kettővel lehet elosztani a súlyt, úgymond az ember hátán és a vállai között, hogy annyira ne terhelje meg, és ez nagyban tud segíteni az embernek ne fájjon a háta. Egy kis föl lehet kötni mindenféle ruhát, szállítani másnap, mondjuk így hagytam el a törölközőt, hogyha erre oda kell figyelni. Mindenféle kis rekeszfal rajta, val befél kis fogkefe, minden kis jóság, kis kulacs, ilyesmi. Vagy például mondjuk a Camino-nak a jele, maga a kajdót, azt én előre raktam bele. Miatt fel lehet lógatni a sapkát, amit tök a nap ellen. És maga az egyik legfontosabb aspektus az számomra, hogy 50 literes, ugye maga a mérete. 50 cm magas, és ez a mérettel a kézi poggyász kategóriába esik, ami azt jelenti, hogy az embert nem kell mind poggyászra adni a repülőn, hanem föl tudja vinni magára a gépre is. Ez számomra, hogy elég kiemelkedő tulajdonság, úgyhogy ez tök jó. Gyerekek, van egy kis gond a nadrágommal. Ki lehet nyúlni rajta. Nekem be is ennek szerint, úgyhogy nem mindegy. Szóval nagyjából ennyi mindent vittem magammal a Camino-ra, és kezdjük a mindennapi túrán használt göncökkel. Sapka, srácok, elég könnyű napszállás kapni, hogyha sapkát, kalapot van itt, érdemes fölrakni, az ember ezt elkerülje. Illetve egyik kedvenc részem, vagy egyik kedvenc része a felszerelésnek egy ilyen merino wool póló, ami azért jó, mert heti egyszerre csak kimosni, ezt nem hittem volna, amikor ezt hallottam, de ez tényleg így működik, szóval ez egy drágább póló. Szóval azért cserébe elég csak heti egyszer kimosni, mert nem veszi az embernek a testszagát. Ugye ebbe kezdtem a túrát, ezzel túráztam egész nap, aztán mikor beértem a szállásra, akkor átvettem egy ilyen technikai pólót, ami azért jó, mert ez egy olcsóbb darab, és mivel a túra után használtam, azért nem kellett össze, csak heti egyszer mosni. Vittem magammal még egy ilyen normál pólót, tehát volt 3 szett pólom, és illetve volt 3 szett zokném, 3 szett alsónadrág, ugye egy rajtam, kettő a táskába. Ez így elég komfortos, elég kényelmes volt egyébként így élni. Vihettem volna csak 2 szettet önmagában, az a könnyebb lett volna az egész táska nyilván, viszont a kicsivel kényelmetlenebb lett volna a túra. Lehet, hogy legközelebb ezt már így csinálnám egyébként, mert ez lehet, hogy nem hangzik túl sok súlynak, de amikor az ember sétál, nem tudom, 35 km-t egy nap, nagyon nagy részt nagy melegben, akkor lehet átértékelni, mire beér a szállásra, hogy is mit hozott magával. Nadrág, ez egy rövid nadrág, ami sima, semmi extra, ezt azért hoztam magammal, mert nem volt más. Viszonylag minimalista életet követek, ami azt jelenti, ezzel a táskával, mert kisebbel költözök, ahova költözök, szóval nincs túl sok helyem. És nem akartam magamnak venni mindenféle extra cuccot, úgyhogy ez egy ilyen normál nadrág, amivel leginkább az ember elmegy ki sörözni haverokkal. Úgyhogy ezt nem nagyon javasolnám. Vannak mindenféle túra nadrágok, amiket le lehet a térdüknél zipzározni, ilyen egy ilyet javasolnék, és akkor lehet az embernek hosszúleg rövid, kb. Elég egyszerűen. Szóval a túra cipőm az egy ilyen jobbfajta terefutó cipő volt a Salomon termékcsaládból. Szerintem cipőre érdemes pénzt rászenni, mert nagyon sokat tud segíteni, tehát ez egy nem vízhatlan, esőesik, akkor ezt viszonylag megszívom. Ez itt mind ilyen rés, ahol a levegő megy ki be, ahogy gond, és ezáltal a lábom szellőzött elég sokat, tehát száraz volt, és nem nagyon lehet üdes az okni, szóval nem kellett minden az oknit mosnom. Bár ez egyéni preferencia, kinek mi az igény ugye erre a higiéniára. Illetve azt mondják, hogy a vízfolyagot könnyű megelőzni, hogy az ember a lábát szárazon tartja.
Nora most ebben segít, hogy a cipő szellőzik, meg egy-két jó zokni, nekem az zokni nem azok semmi ex, azok legolcsóbb zokni volt kb. Az egyik random boltba. Illetve maga a cipő minőség és hogy mennyire rugalmas, mint az alja, az is még hozzájárul szerintem nagy mértékben a visszajöknek a megelőzéséhez. Futott cipő, ezt hittem magammal, mert ez az egyetlen utcai cipő mai van, normális. Ezt azért vittem magammal, hogy ezzel ebbe sétáljak túra után a városba, ahol kell, viszont ezt nem nagyon használtam, mert papucsba közlekedtem, ami ez a lábam hozzá volt szokva, szóval nem törte föl, úgyhogy igazából nekem ez elég hasztalan volt, és csak extra súly volt, úgyhogy nem, ezt szerintem nem minden mellek az ember elég. Nekem elég a papucs meg ez a cipő, hogyha úgy van. Ez igazából hasztalan volt az én szempontom, úgyhogy extra súly. Jó, a következő szekció. Piperet utcak és törölköző. Ez az én kis törölközőm, az a stász, hogy elhagytam a rendes törölcsömet, ami kb. Egy ekkora, mint ez a rész, ennek a fele kb. Akkora volt. Hát ilyen felraktam a táskám, és egy részen lecsatlakozott a harmadik nap, úgyhogy egy ilyen zoknit ketté vágtam, amikor több luk volt rajta, mint nem. Ez a törölközöm, ez egy újabb kihívás szint, eddig még nem volt ilyen kicsi törölközöm, de egyébként elég a bevált. Alovarás krém napozás utára, amikor az ember kicsit leég, akkor ez nagyon sokat tud segíteni. Nekem az orrom kicsit megégett, arra vettem, ezt lehet venni útközben, nem muszáj magaddal vinni. Szappan a stock, körömvágó, csipesz és fogkrém, ennyi volt az összes piperet, úgyhogy vittem magammal. Nagyon nem toltam túl. Igen, pénztárca, ugye iratok és a... Hogy is mondják ezt? A Pelegrim igazolvány, ebbe lehet gyűjteni a pecséteket, amit a végén be kell mutatni, hogy megkapd a végső igazolást. A készpénzt azt vinnék mindenképp magammal, mert nem minden helyen lett kártya fizetni, főleg a nagyon kis városokban, nagyon kis albergébe, kis hostelekben nem mindig lehet, úgyhogy készpénz kell, gyerekek. Ma azt gyerekek nagyon fontos, mert engem a rendőrök bevittek egyszer egy ilyen túrára. A rendőrösöm nem volt rajta a maszk, erre van egy videó, azt berakom ide a linkbe, valahol a képernyőre. Ez egy kényelmes kis uszonadrág, illetve hesszeléshez a túra utánra. Illetve alváshoz még egy 15 fokig jó 185 cm magas, mint ami én magas, olyan magas, olyan hosszú hálózsák. Nagyon sok helyen nincs semmi, úgyhogy hálózsákat érdemes vinni. Volt, aki nem itt magával, és volt, hogy fázott. Még augusztusban, hogy ezt mindenképp javaslom. Nem egy nagy súly. Esőkabát, ezt egy pár szóval használtam, igazából nem volt túl nagy haszna, úgyhogy én inkább lehet, hogy csak egy ilyen nagyon kis vékony, héj rétegű, hát nem tudom, poncsót vinnék, ami kb. Lehet ilyen zacskó minőség is, az is elég lenne szerintem. Ez egy viszhatlan tok a táskámhoz, amit nem használtam, mert nem volt rá szükség, azt nem vinnék legközelebb magammal. És a legnevetségesebb része az egész turának. A laptop, külső vinyó, töltőkábelek, meg minden kutyafüle. Igen, tudom srácok, ez elég viccesen hangzik, vagy nevetségesen, de hát én ilyen videóztam, úgyhogy nekem ezért kellett, hogy tudjak videókat csinálgatni, vágni, szortírozni, stb. Úgyhogy ez nekem ezért volt. Aki nem videózik, annak ez kb. Teljesen felesleges. Volt egy kis lakatom, ezt elvittem, de egyszer nem használtam, úgyhogy ez teljesen felesleges volt. Vésztöltő, hát nézd neked, ugye a telefonja mennyit bír, nekem új telefonom van, viszont ezt ott vettem Pamplonába, egy ilyen vending machine-ben, amiből lehet kb. Átom a kávét is, meg ilyesmit venni. Ez gyerekek, ez nem minden érte meg, ez kb. Volt, vagy 8 euró, mint egy rumoskora ára, de ez alig tudta a telefonat feltölteni, ez elég nagy öngól volt. Ja, a telefontöltő, dugasz kábel, az jó volt, a többi meg hát csak videózáshoz van. És a kövi szekció maga a kaja szekció. Javaslom, hogy mindenki rakjon be egy ilyen zacskót magának, hogyha elmész vásárolni, akkor ne kelljen, nem tudom, a táskába pakolni, vagy vinni magaddal, vagy külön kis táskát vinni. Az acska ez viszonylag stopabíróbb, egy vastagabb cucc, és ebbe teljesen jól tudtam pakolni az összes ilyen vásáros alkalmával. Illetve maga ebbe vittem az összes kaját magammal, mint az ilyen, nem tudom, datóját, meg egy ilyen 5-6 különféle gyümölcsöt a reggelyre, meg amíg be nem értem a szállás, addig ebből kajáltam, úgymond. Meleg ruhák, ugye hosszú nadrág és pulóver, a hosszú nadrágot nem nagyon használtam, igazából felvettem az első nap, hogy éreztem, hogy nem hiába hoztam el, meg beértünk az utolsó nap Finisterrába, másnap esős volt, akkor felvettem, mert úgy sokkal kényesebb volt, de igazából meg lehetett volna csinálni anélkül is.
Ez viszonylag öngó volt, ezt nem hoznám el még egyszer újra, hanem vennék egy ilyen rövid nadrágot, aminek az aját lehet csatolni, és akkor lenne rövid és hosszú egyszerre, az viszonylag sokat kényítene a táskám. Pulóver nagyon jó hasznát vettem, nem használtam túl sokszor, viszont volt, hogy reggel 5 fok volt, úgyhogy akkor viszonylag nem voltam elég spártai, hogy elinduljak. Csak úgy pulóver nélkül, akkor felvettem jó párszor, meg a végén is jó volt az elején is, szóval viszonylag nem tudom, vagy nem tudom, egy 6-7-8-szor használtam, szóval azt szerintem teljesen jó volt, úgyhogy azt mindenképp örülök, hogy elvittem, vagy ha esetleg valaki vinne magával egy ilyen hosszabb, újjú, ami pólót, a meglévő pólón felül, akkor is egyébként aki fázosannak javaslom, hogy egy pulóveren gondolkodjon el, még hogyha nyáron még akkor is, mert mi augusztusban voltunk, 3 hetet sétáltunk, és ott volt hogy 5 fokot reggelire augusztusban, úgyhogy jaj, csuhaj. Szóval az imént látott felszerelés a kajás részt, a szállító kb. 8-valahány kiló, ami elég jó, szóval elég jó versenysúly. Azt mondják, hogy maximum az ember testének 10%-át cipelje, és ezzel teljes mértékben el tudok érteni. Főleg, amikor az ember lesétel 30, nem tudom hány kilométert, 1600 méter szint különbséggel, és nem tudom hány 36 fokos, nem tudom, napközi hőmérséklet, akkor az este elgondolkodik rajta, hogy mit dobhat neki a táskájából. Másik dolog, amit nem hoztam magammal, az magnézium. Nem vagyok nagy rajongója a tablettáknak, viszont jó pár spancikám kipróbálta útközben, és mondták, hogy másnapra jobban ment a dolog, nem nagyon fájtak a nem tudom, az izbe, és a többi, úgyhogy ezt éles elgondolkodni. Másrészt, amit az ember bepakolja, szipelni is fogja, ezért érdemes, hogy ezért csinyában nézem, mennyit pakol be. Szerintem nem érdemes túlpakolni, csak azért, mert mi lesz, ha kell ez, meg az nagyon sok boltani srácok útközben, még van cipőbolt is kisebb városokban, szóval lehet itt vásárolni olvézésig. Van egy-két település, egy-két falu, ahol aztán kb. 2 utca, egy tehén, meg egy harang van, ott nincs bolt feltétlenül nyitva, ez nagy részről köszönhető a COVID-19-nek, a manapság olyan híres koronavírusnak. De egyébként kaját szerintem eddig tudtam mindenhol venni, ha másom, akkor veszel egy-két almát, egy-két banánt, stb. Egy-két gyümölcsöt egy vendéglátói helyen. Általában mindenhol árulják ilyen 50 centért darabját, sőt sok ilyen benne van a menüben is. Aki ezt nem tudom, volt, hogy kaptunk fejénként 5 szem valamit, és benne volt a menüben, szóval szerintem nem kell aggódni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a mára aktuális tudásmennyiséget átadtam bárkinek, bármi kétél van, vagy kommentje, vagy kérdése, hagyjon egy kommentet lenne alattunk lévő szekcióban, és megpróbálok rá válaszolni, és találkozunk a következő epizódban. Sziasztok! That's the way I'm